országos seregszemle, egy magát, de valamit is adó egyetem nem maradhat le erről. Hiszen nagyon sokan jönnek, akiknek információra van szükségük, és itt azért mégis személyes jelleggel, kortársak között, hiszen a hallgatóság és a jelentkezők között nincs jelentős korkülönbség. Tehát olyan formában kaphatnak információt, ami valóban orientálja őket a későbbiek során, hogy hová jelentkezzenek. Minden évben vannak új szakjaink, tavaly is voltak nagyon sikeres új szakok, amelyekre százával jelentkeztek a hallgatók, és fel is tudtuk őket venni. Most ebben az évben 5 olyan új szak, illetve szakirányunk van, ami érdeklődésre tarthat számot. A Debreceni Egyetem szintén képviselteti magát az edukáció kiállításon egy 36 négyzetméteres úgynevezett sziget standdal. Alapvetően átalakítottuk a stand arculatát, beleépítettük azokat az új elemeket, amelyeket a Debreceni Egyetem a tavalyi évben fogadott el az arculata kapcsán. Egy hatalmas nagy torony található a közepén, amelynek szintén figyelemfelkeltő szerepet szántunk. 40 fős stáb dolgozik azon, hogy a Debreceni Egyetem képzéseiről, különféle szolgáltatásairól tájékoztassa az érdeklődőket. Nagyon aktívak a középiskolások, minden érdekli őket. Tényleg arra kíváncsiak, hogy konkrétan milyen tárgyakat tanulnak egy adott képzésen, de az is nagyon érdekli őket, hogy milyen a hallgatói élet. Mi ezzel kapcsolatban is teljes körű tájékoztatást adunk, a szórakozástól, a sporton át a különféle egyéb lehetőségekig.